Servus, Hedwig. Ladies and gentlemen, live in this motherfucker. Legjobbak tartják, csomizlak, Uderzsa. And you know how we do it on the west side, nigga. Ride on them. What, bitch? You ballin'. Yeah, nigga. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señor. No pueden mover un dedo. De hát most volt az, hogy a legjobbak tartják. Na jó, van, beinduljunk. Előjük, tesó! Ricsike, köszi szépen a szubodat, a 6 hónapodat, köszönöm szépen, szavaz Csaba! Persze, hogy lesz. Na, előjük, tesó! Szevasztok, Hádzi. Mint látjátok, itt vagyunk a stúdióban. Szevasz, Zsepi. Jaj, izét el is felejtettük, basszus. A pornos zenét. Te nem ám itt kusba ülünk. Before we were using monday.com, yeah. Our team was drowning. Komoly reklámok mennek, legkomolyabb reklámokat hallgatom. Sziasztok, nézzük! Istenem! Vagyok, szeretnék kérdele játszani. Keresem a lapodat, jó? Nem, ez a jó, itt van alattam a lapomról. Na, kussolja be, húzom be az első. Mit húzom? Én vagyok az első. Az meg is elfelejtettem. Nem lehet kikapcsolni streamer módból ezt a szart? Nem látom a neveket, bazd. Hogy? Mondom neked, Bede Noel. De hogy lehet kikapcsolni? Na, ott van a beállításoknál valahol. Azért jöttem, mert látom, hogy nem látom. Közvetítő mód. Amúgy. Kikapcs. Ha! Easy. Uh-huh. Na. Várjam. Szava? Ja. Sziasztok. Bede Noel. Igen. Mivel készültél ma nekünk? Én. Aha. Milyen dalt hoztál, saját? Nem saját dal. Akkor? Egy, hát nem látszik az a rész, amikor felugrik az ablak, jól van. Hát én ezt úgy kölcsön kértem. Megint nem tudok rákeresni a lapokra. Csá, Sinna! Hello! Sinna. Jöttem keresni a lapokra. Na végül, hogy itt a szersegét. Viktória, köszi a 95-öt. Mindjárt nézem, csak ki kell kapcsolnom nekem is a streamer módot, mert nem látom a nevét. Bede Noel, én meg azért vagyok itt, hogy lássad a nevet. Ja, összerakjuk. Uh-huh. Nem, ezen a néven adtad, nem ez volt a Discord neved még, amikor beadtad, ugye? Discord, de ez volt. Ha nem találjuk a lapodat. Várjál, mindjárt mondom a Discord nevét. Bede Noel. Igen, ez, de nem találom a lapok között. Na kösz, hogy jöttél, Sinna. Nem lehet, hogy túl hosszú volt a lapod? Hát valahogy csak elfogadtuk. Kettő lapot írtam, az első el lett utasítva, aztán a második lett elfogadva. Mikor küldted be a másodikat? Vagyis hát egyet írtam, azt először először el lett utasítva, és aztán végül el lett fogadva. Peps fogadta el, de nem látom a lapját. Mindjárt keresem, megtaláltam, túl hosszú a lapod, azért nem találják itt mindenki. Friedrich Johnson, ugye? Igen, azaz. Az lesz. Hányas az?
Hát az 15-35, de nem fogod látni, mert ez csak a doksiban látszódik. Nem fogod látni sajnos, mert csak a doksiban látszódik. Ami túl hosszú, azt nem tudja megjeleníteni. Jó, mindegy. Az a lényeg, te látod. Én igen. Vagy küld el a doksinak a linkjét. Jó. Elküldöm, nem tudom, hogy hozzáférsz-e. Hozzáférek. Persze, hogy ne. Nem félek hozzá. Persze, hogy nem félek hozzá. Macitól kell kérni hozzáférést. Na mindegy. Nagy igazából mindegy. Na jó, hát nagy vonalakban szerintem elküldtem amúgy. Akkor elolvasom. Idrik belépett a Los Santos rájöttek a kriminalitás, minden sarkon ott lapul, először munkát vállalt egy automosóban, összegyűjtsön némi pénzt, azon rá nyugodt élet nem neki való, ahhoz túl sok adrenalintól dobogott a szíve. Egy este Friedrich megismerkedett egy háromfős banda tagjaival, akik éppen egy nagy rablásra készültek, lenyűgözték Friedrich bátorsága és jártassága miatt, ezért felajánlották, hogy csatlakozhat hozzájuk. A rablás éjszakáján a csapat betört egy helyi bankba, és megkezdett a lövöldözés a rendőrökkel. Friedrich hihetetlenül ügyesen használta a fegyvereit, nyilván, és elkerült a lövéséket. Azt ilyen elképzeltem, hogy Friedrich ilyen neósan így kerüli ki a golyókat. Az izgalom átjárta a testedet, ahogy a banda tagjai és ő közösen a zsákmánnyal menekültek az üldözők elől. Az események után Friedrich tudta, hogy ő találta meg a helyét ebben a környezetben. Nagyon érdekesen van fogalmazva amúgy. A banda tagjaivá váltak barátok. Te, Friedrich! Friedrich! Igen. Az a G-től de szóló, ezt, nem? Ezt véletlenül ezt nem lefordítattad? Nem. Te írtad? Igen. Ne hazudj! Akkor őszinte leszek, ChatGPT. Nézem, már írja a csinál, írja. Annyira tudtam, amúgy annyira nem akarom, tudtam. Amúgy már nem akarom mondani, most írtam be a ChatGPT-t, hogy ezt elírtam ezt a lapot, és igen, ezt én írtam a magyar nyelvű 3.5 GPT-t. Hihetetlen bazott, nem mondom. Hihetetlen gazdott. Most ellenőriztem. Most már nem is érdekes igazából akkor a lap. Hát, gondoltam, megpróbálom, meg tudja írni. Nem ebben, miért ne tudnál? Jó, van, Noel, akkor mondd el, légy szíves, akkor most megírod a lapodat szóba. Mi az RP múltad, tapasztalatod, hol játszottál? Na. Hány éves vagy? Hát én 17 vagyok. Hát játszott, majd abba kezdem, hogy hol játszottam eddig. Én elég sokat a Budapesten játszottam. Aha. Játszottam még a Lakehouse-on, csak ott onnan hát sikeresen kilettem bannolva, ok nélkül. Nyilván. Felmentem, megcsináltam a karakteremet, abban a pillanatban kaptam egy bant. Mindegy, az lényegtelen, azon nem sokat játszottam. Aztán Budapesten játszottam. Elég sokat. Szevasztok, szevasz Csenko, szevasz Fánki, sziasztok! Nem nagyon tudok nektek köszöngetni, hogy ne zavarjam a meghallgatást, de látok mindenkit, aki beköszön. Dolgozgatni, ott elég sokáig játszottam, csak aztán így egy idő után már ráuntam, mert mindig ugyanaz volt állandóan. Akkor játszottam még azon a RP szerveren. Ilyen, nem tudom,
mennyire ismeritek. Ott is elég sokat játszottam, ott bányász voltam, de azt a szervert is hanyagoltam utána, mert azt is én... Mi volt a baj az RPRPRP-vel? Pedig ott általában a komoly RP-k mennek. Hát igen, csak aztán az volt nekem ott leginkább a baj, hogy mínuszba mentem eléggé. És hát aztán úgy gondoltam, hogy sok időt kellene beleölni, hogy még azt a mínuszt visszahozza. Aztán így próbáltam én, tehát hogy én attól játszottam, csináltam, meg voltak ott volt egy kezdő frakciónk, ami elkezdett alakulni, csak aztán az a kezdő frakció is, ami kezdett alakulni, az is aztán széthullott, mert az emberek aztán úgy eltűntek, kerestem őket, hogy akkor csináljuk. Szóval az volt a baj, hogy túl sokáig tartott volna pénzt szerezni? Nem is a pénzzel volt inkább, hanem aztán hát az elején igen. Amikor, főleg aztán, amikor meg... Mondjuk ez jó, mert itt gazdag RP van. Főleg, amikor aztán minuszba is mentem, akkor, hanem leginkább ez a, hogy elkezdett alakulni a frakciónk, és akkor örültem neki, hogy végre a társaság nem az van, hogy állandóan bánya, eladás, hanem kis akció, meg minden, csak hát aztán széthullott az egész, ami elkezdődött volna, és akkor így ráuntam. Ja. Mert próbáltam én aztán még ott ismerkedni, de hát... Mit? Hogy keveredtél ide? Ki mondta neked a GM-et? Honnan ismered? Hát én ezt, őszintén megmondom, nekem a testvérem ajánlotta, hogy mert ő játszik rajta már elég régóta, és akkor ő ajánlotta nekem, hogy akkor próbáljam meg, jelentkezzek, és akkor próbáljam meg, hogy hátha. És mit mesélt a tesód a szerverről? Hát ő nagyon pozitívan mesélt mindenről. Ő nem is tudom már mióta játszik, egy lassan egy fél, majd egy mi éve. A Steam neve? A Steam neve? Kocsus. Nem vágom, hogy hirtem. És mit csinál ő itt a GM-ren? Megkérdezhetem tőle már annyira... Persze. Krisztián! Legkomolyabb baffi a fődök. Aztán kiderül, hogy lehet amúgy, lehet, hogy téged csiskított be. Ojjaj! Volt? Maffia főnök. Itt vagyok. Azt mondta, hogy próbálkozott így a szerelőterepre bekerülni, és aztán azt nem sikerült neki, és hobbi munkákat csinált elég sokáig, csak aztán most azt várja, hogy majd menjek föl. Mondta a tesót, hogy gazdag RP van a szerveren? Aztán mondta. Figyelj már, Noel, de most én halál komolyan kérdezem, basszus, tehát a testvéred, ugye? Egy igen. Helyen éltek, egy a lakcímetek is. Igen. Fingod nincs, hogy miről beszéltek egymással. Egy ChatGPT-s karaktersztorit adtál be. Kíváncsi lett volna, belekérdezünk a karakter történetbe, azt akkor egyáltalán tudsz-e róla bármit is. Tehát hogy hívják a karakteredet? Azt tudod? Igen. Hogy? Frederick Johnson. És ő honnan jött? Hát az úgy, hogy a... De most úgy beszél most... már, érted, mint hogyha nem szellemi fogyatékos lenni, és halál komolyan. Friedrich hol született? Mondom, tehát, no. Tehát hol született, érted? Tehát hogy érted, hogy miről beszélek? Tehát hogy akarod ezt eljátszani? Hogy nem is te írtad. Hát igen, ez így nehezen. Mert ugye színészek játszanak, átolvastad egyszer? Ilyen világot élünk.
Varjak! Visítem! De halál, halál komolyan, és akkor úgy beszélsz, mint a le lennél szedálva. Tehát, hogy keresed a szavakat, hogy mit mondj nekünk most. Tehát, mi lesz, ha belekérdezünk a szabályzatba? Elolvastad a szabályzatot? Igen, mert ugye a kódot is meg kell keresni, és végigolvastam. Hát azt az öcséd megmondta, nem? Nem. Változik, és... változik, szóval nem biztos, hogy tudja. Meg is értetted? Igen. Biztos? Igen. Rendben, Noel, akkor legyen az, hogy egy esélyed lesz. Eltekintünk a ChatGPT-s dologtól, hogy hülyének akartad nézni a IMR-t. Nem akartam hülyének nézni, de jó. Mindegy. De nem tudták kitalálni egy saját karakter, de majd elvárjuk tőled, hogy rendesen RP-z. Tehát mit fogsz RP-zni? Most hagyjuk ezt a szabályzatot, tehát mit fogsz RP-zni? Tehát mi lesz a te karaktered? Mi lesz az RP-d? Hát ugye a név az maradt itt. Ez tök mindegy a név, de hagyjuk a nevet. Tehát mit fogsz RP-zni? Egy karaktert, akinek van egy testvére, és ketten elkezdenek ebben a, úgy gondolom majd, hogy akkor ebben a városban pénzt keresni, elkezdenek dolgozni, mert egy előző városban laktak, ahol... Melyik városban? Teszem, Csudapest legyen, hogy az a város. És így szerint mondtam, de... Igen. Csak remélem, hogy így ez nem fog elhangzani. Nem fog. Ezért kérdeztem. Tehát melyik városból jöttek? Csudapestben. És ha IC megkérdezik, mit mondasz? És ha IC kérdezi meg, Magyar György, rendőrszázados, honnan érkeztek? Ha IC megkérdezi, hogy honnan érkeztem, akkor megmondom, hogy egy külföldi városból. Melyik külföldi városból, Noel? Érted, amit kérdezek? Tehát ő a pontos nevére gondol. Tehát ne rébuszokba beszéljünk, honnan jött a karakter? Nem tudsz egy kibaszott külföldi várost, de most halál komolyan. Hát mondj már egy rohadt várost. Hát ne bassza meg, komolyan mondom. Ide jött egy külön ChatGPT-s karakterival. A nevét se tudod. Ez egy rohadt várost, nem tudsz mondani. Szintén. Ilyen világban élek, és a madarak így csipognak. És kígyók kígyóznak. Azt a hétek a nyomolcát. Kis nyugalmat. Szóval... Esség! Noel, tehát, az a ciki ezzel a helyzettel. Hogy te iskolába jársz, bazd meg, érted? Iskolába jársz, most fogsz érettségizni. Mi lesz az érettségi? Hát tanultam egy tételt egy tankönyvből. Hát egy másik tankönyvből. Ezt a tételt nem tudom, egy másikat tanultam. Melyiket? Hát egy másik, egy külföldi tételt. Érted, amit mondok? Értem. Hát 17 éves, kőkeményen állt, a faszom kemény voltam, határozott, komoly, kiállásom volt, érted? Mentem a bulikba, minden, ittam, meg... Laza voltál is fegyben. Persze, egyértelmű. Meg leszúrtad szamurájkarddal a kollégiumi lakókat. Tök mindegy, érted, de tudtam egy kurva külföldi várost. Ha. Ja, jelenleg az a helyzet amúgy, hogy a karakteredet semmibe formában nem tudod. Így IC-zni nem is nagyon fognál tudni elkezdeni, mert találkoznál egy rendőrrel, vagy bárki olyasmivel, nem tudnál neki mit mondani jelen állapotban, és ezért kérdezzük amúgy, hogy ne elkerüljük ezeket a ciki szituációkat, amikor valaki ennyire nincs képben az, hogy mit szeretne a szerveren kezdeni, mert itt nagy rész olyan emberek vannak, akik tudják, hogy mit csinálnak. Nyilván nem mindenki, de nagy rész olyanok vannak. Nem tudom, hogy ez érthető. Érthető. Szóval akkor tudsz bármit mondani amúgy, hogy melyik városból jöttetek? Na, ilyen egy GMR felvételi. Ne szórakozz már, Noel, salák, olyan, tehát ne viccelj. Ismersz egy magyar várost, mondj már, légy szíves, magyar várost mondj inkább, mert belemegyünk a nyelvtudásba, ugyanott tartunk megint. Érted, amit mondok? Budapest. Ez igen. Gondoltam volna.
Főváros, melyik kerületből? Őszinte leszek, különben én szerbiai vagyok. De akkor miért nem mondom meg a szerb város? Mi Szerbiában nincsenek városok? Mi van, Beográd, Újvidék. De akkor te tudsz szerb is, nem? Beográd, Újvidék, Nis, Topolya... Na, figyelj már, megindultunk. De akkor te tudsz szerbül is, igaz? Tudok. És akkor mondhatod, hogy te egy csomó nyelven beszélsz, mert beszélsz szerbül is, horvátul is, ugye, mint az Erik. De mondhatod, de tök mindegy, ha már egy idegen nyelvet beszélsz, azt mondod, amit akarsz, érted? De akkor el tudod mondani, hogy te Szerbiából jöttél, és akkor beszélsz szerbül is. Jó, és amikor oda megy hozzád, megkérdezíted Magyar György, hogy akkor mutatkozz már be amúgy, miért mondd, hogy miért jöttél, ezt elkezdem mondani, hogy szerbül. Lehet, hogy nem fog tudni egy szót se, de azt mondja, hogy jó van, igen. Azt elhiszem. Igen, az nagyobbat megy amúgy. Hozhattál volna simán egy szerb karaktert. Vagy hozhattál volna egy magyar karaktert, tehát teljesen mindegy, érted. Vagy megírhattad volna te saját magad a karakter történetedet. Mondjuk igen, mondjuk. Ezzel kellett volna kezdeni. Hogy megírsz egy karakter történetet. Kitaláld, hogy mit szeretnél RP-zni. Följössz a szerverre, és játszol egy NPC bányászt, aki majd a testvérével együtt Discordon beszélgetve, vagy a szobába beszélgetve. Vezésznek. Végül is, tehát a Discordra van szólva amúgy, hogy ne Discordon beszélgessenek. Arra nincs, hogy ne egy szobában. Mi lesz, Noel, megpróbálod saját sztorival? Igen. Nem kell ChatGPT, nem kell itt nagy dolgokat írni a karaktertörténetbe. Írj egy hétköznapi karaktertörténetet, ha nem tudsz mást kitalálni. Semmi baj nem lesz vele. Jó. Rendben. És ha már van egy ilyen jó helyzetet, hogy beszélsz magyarul, beszélsz szerbül, akkor érdemes ezt belevinni. Rendben. Na, akkor várjuk a következő lapodat. Most rádrakom az elutasítottat. Rendben. És holnap meg tudod próbálni. Rendben. Oké, ciao. Köszönöm. Azt a kurva. Legkomolyabb lap fog most jönni, srácok. Big Bad Bence. Big Bad Bence? Big Bad Bence. 15 éves. És van nagyon kitűnően rejtőzködik, nagyon durván kezeli a fegyvereket. Jaj, ez nagyon jó lap lesz, typo. Delmar Rico-nak hívják az urat. Tapasztalt bűnöző. Tesó. Igen, azt mondom, én hogy... találkoztam tegnap a tesóval, vágod, IC? Várj egy minden picit. Mondata után tesót mondott. Jaj. Na. Jöjjön, Rico úr. Várjál, még indítunk egy fogadást, hogy átmegy a Big Bad Bence. Taktikai játék. Na, mi van? Hol van Noel? Mi van Noel? Várj, Big Bad Bence jön most. Hozzad legkomolyabb Big Bad Bence. Delmar Rico. Delmar Rico. Kitűnően rejtőzködik, legdurvább fegyverforgató. Micsoda? Delmar Rico, honnan jött? Delmar Rico, az nincs. 1644-es. Várjál, nincsen izém. Bassza meg. A hatalom és a gazdaság. Gyorsan áthozom a fogadást. Los Santosba. Hol van ez? Nem fogok kiabálni, vicceltem csak. Na de ennél. Amúgy. Vicceltem, eltúloztam, X-faktoros zsűri voltam. Bóckodtam, nem? De amúgy érdemelte, basszus, tehát hogy ez, hogy ChatGPT-vel íratja meg a felvételit, nem állj játékba. Most azt mondom, hogy az még jó, most átjutott, itt van. De az, hogy nem tudott mondani egy külföldi várost. De nem, tehát ez, hogy... Jó, na, jöjjön Big Bad Bence. Megegünk. Big Bad Bence. Big Bad Bence. Big Bad Bence. Szevasz. Szia, Big Bad Bence. Nagy Rossz Bence. Ezt otthon szokták mondani, hogy rossz gyerek vagy? Sziasztok. Sajnos nem hallok senkit. Az probléma. Süket vagy. Süket vagy. Egy pillanat. Oké.
Lehet, hogy kiüvölteted a mikrofont, vagy a fejhallgatót. Jó, az önvéd. Sziasztok, sziasztok. Jó van, most már hallok mindenkit. Jó, nagyon jó. Na, nagyszerű. Mesélj magadról, Bence. Honnan érkeztél? Hát én kérem szépen Erdélyből származom. Nagyszerű. Hol van az akcentusod? Hát én igazából nekem van akcentusom, csak én most nem akarom ezt nagyon fitoktat. Mondjad, fitoktasd már egy picit. Kicsit. Én nem szeretném, az a probléma. De aha, most már hallom. Aha. Jó, jó, jó. Ne, ez nem gond, itt ezért nem bánt senkit. A rejtett képességeket keressük ilyenkor. Igen, keressük. Na, miért? Na jó, mint ahogy mondtam, Erdélyből érkeztem. Hargita de azért benned van ez a székeség, na jó van akkor. Na jó van akkor. No. Hát ugyebár Hargita megyéből származom. Tulajdonképpen lassacskán töltöm a 17-et. Tulajdonképpen, hát igen, kb. Olyasmi, igen, 17-et. 17-et? Akkor miért hiszen lapod a 15-et? Hát, olyasmi! Tessék! Most akkor 15 vagy 17 lassan? Miért? Mert 15 éves írtál a lapra. Hát ez már régen volt. Ez egy régi lap. De ez tegnapi 23-58. Mi történt tegnap, azóta, figyelj, Bence? Tegnap én megtudtam, hogy amúgy Erdélyben máshogy telik az idő. Hát igen, Erdélyben másképp telik az idő. Tehát ez tulajdonképpen már 2024 van. 25 már lassacskán. Aha, értem. Na jó, mindegy. Tulajdonképpen. Fogjuk rá, igen. Jó, rengeteg RP tapasztalatod van. Igen. Hol voltál? Látom, hogy rengeteg szerveren. Hát, most mondta, hogy Erdélyben, mit értetlenkedsz? Hát tulajdonképpen játszottam nagyon sokat a Horizon roleplay szervelén is. Ott állítólag is játszok. Állítólag ott komoly RP-k mennek. Ott nagyon komoly RP-k. Igen, kurva jó handlingek vannak, 300-ban meg minden autó. Tűjéles kanyarokat vesz be. Ja, de amúgy kurva jó. Na, és hát tulajdonképpen a Horizon RP-n voltam, meg még ami komolyabb, esetleg a Revolution RP-n talán, ott is igen, hónapot talán, de hát az nem jött be nekem nagyon. Mi volt a különbség a Revolution és a Horizon? Hát igen. Hát tulajdonképpen ott a Revolution tulajdonképpen a Revolution elég jó az RPG színvonal is. Volt, nem? Hát ott igen, ott újszerű volt nagyon, főleg az autóknak a sebessége miatt és az emberek miatt. És hogy találtál a GML-re? Mi vett rá, hogy ide gyere? Hát nem tudom, igazából néztem Taipót is rengeteget. Nagyon jó, na mehet. Hát, meg téged is, Murphy-ke. Rengeteget néztelek, és köszönöm nagyon szépen, jó szépen. Szórakozást kívánok neked a szerveren. Őszinte leszek, Bence, nem jó példák, de nem is. Nem, pedig a Tápió streamek azok jók, a Tápió streamek. Tápió, értem. Hát néztem sokat a streamjeiteket, és úgy találtam rá erre a GMR-re, és gondoltam, kipróbálom. És ott jót mennek az autók? Mit láttál a streamben? Hát, ja, a community-t is úgy látom, hogy tök megfelelő, meg az autók is rendben vannak, ahogy látom. Biztos Type-o streamet néztél, pedig ott néha elhangzik amúgy, hogy de rossz az a render autó. Lehet, nem ez is szektám volt. A majmot is szoktad nézni? Nem szoktam nézni. Nem is kell. Na, és így találtam rá a GMR szerverére. Jó, és illegál-legál, melyik fele húzol? Hát inkább illegál. Ja tényleg, hát tapasztalt bűnöző vagy, láttam, és tökéletes rejtőzködő, késforgató, fegyvermester. Igen. Ez leszel? Ez leszek, igen. Aha, ez leszel, jó. Jó. Okay. De már Rico, honnan jött amúgy? Mi ez a karakter? A hűtőből. Hát tulajdonképpen ő is Erdélyből származik. Jó, ez jó. Na, tulajdonképpen igazából gondoltam, hogy megkreálom ezt a karaktert. Igazából Los Santos városából indul, tehát alapjáraton egy másik amerikai városból jött. Azt tudod, hogy tehát egy képzeletbeli magyar városba érkezel. Igen. És tulajdonképpen egy másik amerikai városból jött. Melyikből? Floridából.
Az nem város. Az nem város. Igen. Hol, mi Florida? Florida? Vagy érted, hogy mi Florida? Mi Florida, ha nem város? Hát nem ország. Nem, nem ország. Ország, város, fiú, lány. Egy állam, igen. És akkor melyik városból jött? Hát Florida államból tulajdonképpen. De melyik városból? Hát azt mondtad, egy városból jött. Melyik, hát, melyik partján van Amerikának Florida? Nyugi, tájpó, nyugi. Én halál nyugodt. Nyugi. Csak segítek a karakterbe. Figyú, Bence vitt, és meg tudod mondani azt, hogy lehet, hogy Erdélyből jön? Hát Erdélyből már nem fog jönni. Inkább jöjjön Erdélyből. Szerintem még jöhet Erdélyből. Még jöhet Erdélyből. Hol van már? Hát ami? Nem fog akkor Erdélyből, akkor maradjunk Floridánál, akkor tegyük fel Orlandóból jön. Orlandó. És meddig élt ott Orlandóban? Hát ott, hát tulajdonképpen ott nevelkedett föl Orlandóban. Tehát akkor az anyanyelve angol, ugye? Igen, az anyanyelve angol. El is tudsz mondani néhány dolgot Floridáról angolul is. Hát... Az még az volt, csak jobb lesz az erdélyi város, szerintem. Á, nem hiszem, nem hiszem. Hát tudom igazából. Alapjáraton egy orosz karakter terveztem, nem tudom. Adjuk ezt, ha egyre rosszabb lesz. De úgy gondoltam, hogy szerintem az angol vagy a magyar is megteszi. Jó, tegyük fel, várja, tegyük fel, hogy akkor Orlandóból jöttél, jó? Tegyük fel, hogy ezen átlendülünk. Hogy tanult meg a karaktered magyarul azonnal? Hát azonnal nem tanult meg, hanem szépen fogod. Akkor milyen nyelven már akarsz beszélni, ha angolul se tudsz? Dehogy nem, hát angolul alapjáraton az anyanyelv az angol lesz. De te nem tudsz angolul, Bence. Vagy tudsz? Hát figyelj, tulajdonképpen egy alapfokon igen. De hát akkor hallgatjuk. Mármint, hogy beszéljek most angolul? Hát a karaktered, ha... Fölmész a szerverre, akkor az karaktered angolul beszélni. De már Rikótól megkérdezik, hogy honnan jött. Meg, egy igazoltatás meg, honnan van jöttél, most. Honnan jöttél, hány éves vagy, ezt hány mondom. Tájpó, nyomtok egy igazoltatást? Persze, én mindig nyomok egy igazoltatást, főleg az ilyen kis amerikai ficsóroktól, na. Személyigazolvány, forgalom, engedett jogosítvány, magyar gyögyvők, jelvényszám 999 százados. Hú, ebből nem értettem semmit. Hát erről van szó, nem ért semmit a hülye külföldi, na. Személyigazolvány, jogosítvány, terő. Nagyon gyorsan. Sorry, I don't speak Hungary. Mit pofázik? Szerintem azt mondom, várj, majd én international vagyok. Dokument. Dokument. No. License document. Okay, I got it. Azt mondja, hogy hívják. Delmarico. Honnan jött maga Delmarico? Yes, I'm from Florida. Also Orlando. Tudom, micsoda? Jó lesz, ez így jó lesz, oké. Ez jó, ez hát jó. Akkor már magyar töröd, magyar töröd, de be tudsz mutatkozni. Igen, be tudok mutatkozni. Okay. Jó. De tulajdonképpen amúgy el szerettem volna mondani, hogy onnan úgy tanul meg a karakterem magyarul, hogy találkozik egy... Nem, hanem találkozik egy, vagyis hogy nem is, hogy találkozik, hanem egy olyan barátjával, akivel felnőtt, tulajdonképpen ő már járt magyar vidékeken, és ugyebár neki el kellett sajátítani azt a nyelvet, és onnan tanul meg kicsit magyarul, amennyire tud. Tehát te ezt fogod tudni, hogy te nem tudsz magyarul, csak kicsit. Te ezt igen. Fogod tudni tartani? Hát megpróbálom. Valószínűleg fogom tudni tartani. Tehát hogy te végig makogsz magyarul, de angolul meg azért tudsz? Hát ja, meg lassacskán azért megtanulom a magyar nyelvet is. Mennyire lassan? Hát nem tudom, egy hónap RP kb. 2. Aha. Jó, ez így működőképes. Tök értelmesnek tűnsz amúgy, Bence. Na, szerintem is. Tehát akkor mi történt? Hogy történt ez a lap? Mármint hogy érted ez a lap? Úgyhogy hogy írtam meg? Hát igen. Hát félig másnaposan. Másnaposan?
Jó, mondjuk, jó, igen, tehát elfejtettem, hogy Erdélyben máshogy telik az idő, kor meg ilyesmi. Nem az, hogy máshogy telik az idő, hanem hogy tulajdonképpen Erdélyben azért a pálinka az üt. Uh-huh. Tehát, hogy ott ezt kell egy sátor megint. Mert hogy ezzel a lappal, tehát, hogy ez egy nagyon jó indulatú, tudod, ez a jó indulatú kettes, ez a lap. Kettes? De az is nyolcadikban csak, hogy ne maradj ott. Igen, igen, tehát hogy ez a tipikusan érte, tehát hogyha most osztályoznék valamit, nyilván nem az erdélyi osztályozás, hanem a magyarral, akkor ez egy jó indulatú kettes nyolcadikban, hogy nem maradj ott. Tehát, hogy azért van itt ez a beszélgetés, azért van ez a bele, sok belekérdezés, hogy megtudjuk, hogy te mennyire vagy képben a saját karaktereddel. Most ja. Az, hogy valaki jó, rendben, egy átlag bűnöző. Jól vezeti az autó. Főnök, bűnöző, főnök. Jó kézügyesség, egy nagyon jól rejtőzkodik, ez érted, ez ilyen... Ezt mindenkit bele tudná írni, és akkor mindenkit felengedhetnénk. Jaj, értem. Csak hát nem tudtam igazából, ezért elég uh-huh. Késő volt, amikor én ezt a lapot megírtam. Jó. Igazából nem tudom. Tehát, hogy... Jó, szabályzatot olvastad? Hát, figyelj, megírta, megkaptam, igazából amíg megtaláltam a bűvös szót, addig... Megkaptatta azt a bűvös szót. Megkaptam azt a bűvös szót, kétszer is próbáltam, de nem az volt. Tehát akkor de olvastad? Végül megkaptam. Hát igen, bele-bele olvasgattam, mondjuk. Bólintott. Bólintottam. Figyelj. Legyen az, hogy egy esélyed van. Igen. Ha tudsz válaszolni a kérdésre helyesen, akkor tovább igen. Mehetünk. De ha nem, akkor itt befejezzük. Őha. Egy nagyon egyszerű kérdés lesz. Jó van, mehet. Jó? Jó, oké. Először felhívnám a figyelmedet arra, hogy azok a szabályok, amiket eddig lehet, hogy megtanultál, más szervereken, igen. Abból itt most nem fogsz tudni gazdálkodni. Ha olvastad a szabályzatot, látták különbségeket amúgy? Hát... Más szabályzatok között is, most miénkünk között? Tulajdonképpen amúgy elmondom neked, hogy... Hogy figyelj, azért van, azért van, tehát... Most belekattintottál a szabályzatban, nem? Mondj már egy olyat, ami különbözik más szervertől szerintem. Hát például, hogy... Alapból például nincs itt, például azon a szerveren, amin játszottam, azon nincsen például olyan, hogy tegyük fel NLR, tehát hogy az a New Life Rule, tehát alapjáraton nincs is ilyen azon a szerveren, amin játszottam, meg tulajdonképpen ugyanúgy maradt ez a, tehát hogyha book kihasználáson tegyük fel, akkor ugyanúgy meg ez a DB, meg... Jó, oké. Pörgessük, akkor egy kérdés. Mondd el, mi az a PG? PG az a Power Gaming, tulajdonképpen ez a hősködést jelenti. Tehát mit tudom én, odamész valakihez, és... tegyük fel, ráfogják a fegyvert, vagy valami el akarnak rabolni, és te... Tessék? Mondtam, hogy type ordítson egyet. Ja, tehát, hogy tegyük fel, hogy el akarnak rabolni téged, és akkor te tulajdonképpen figyelmen kívül ezt, tehát te figyelmen kívül hagyod ezt, és tulajdonképpen leszarod az egészet, és elkezdesz futni, vagy tegyük fel, elkezdesz visszaszájalni neki. És mit mondanál, mi az a fear RP? Fear RP... Hát igazából ilyen a másik szervereken nincsen tényleg, én ilyeneket nem láttam. Miért nem olvastam a szabályzatot? Miért nem olvastam? Én elolvastam, kérem szégyen. Hogy olvastad, szartál bele? Nem is. Az akkor mi a fear RP? Hát... Nem a fél, hanem a fear. Fear, mint a félelem. Félelem RP. Értem. Hát... Tegyük fel a fair RP. Nem olvasom. Nem olvasom egyáltalán. Várjál, hát a fair, akkor a félelemből következtetve, akkor mondjuk így, tulajdonképpen szerintem, hogy féltened kell a saját életedet ugyanúgy, az IRL életek, az IRL életedben, és hát nem tudom, tulajdonképpen, ez szerintem ennyi, nem? Tudsz egy példát mondani rá?
Hát szerintem ez hasonlít amúgy a PG-re, nem? Igen. Hogyha például fegyvert fognak rád, akkor... És szerinted a szabályzatban van két ugyanolyan pont? Nem hiszem. Akkor melyiket ronthattad el? Hát ez jó kérdés. Igen, a félelem RP az talán ez amúgy, nem? Igen, ez az, amit mondtál. Szerintem engedjük át. Jó, akkor szavazunk. Én azt mondom, engedjük át. Simán. Szimpatikus gyerek a Bence. Hülyeséget ne csinálj, olvasd el a szabályzatot, ebbe bele fogsz jönni. Én szerintem engedjük át. Lennétek ilyen kedvese. Nem is fogadtam. Igen, tehát ahhoz képest, hogy az előbb a 17 éves rác tényleg, tehát két értelmes szót nem lehetett kihúzni belőle. Ahhoz képest a Bence azért egy közvetlen beszédes rác, tehát amit egy RP szerverre, tehát amit el is várunk egy RP-szel, hogy ne az legyen, hogy... Jó, figyelj Bence! Ismersz népdalt? Népdal? Aha. Hát... Teljesen mindegy, milyen nyelven. Népdal? Hát nem nagyon igazából. Semmilyen népdalt nem ismersz? Hát... Hát most milyen népdalra gondolsz például? Tehát ez ilyen nagyon... Bármi. Hát... Ne basszál ki velem, Bence! Most énekelni kéne, vagy... Igen. Miért kéne neki énekelnie? Mert akkor legalább színészi tehetsége legyen. Színészi tehetségem. Hát igen, hát, bárhogy nézzük, ahhoz, hogy te jó szerepjátékot tudjál játszani, ahhoz jó színészi tehetség kell. Hát figyelj, ha úgy vesszük, akkor tehát, hogy a Tente Boba Tente is egy népdalt. Nyomjad. Nyomja? Igen. Jó. Tente baba, tente, aludj baba, aludjál, este van már alkonyul, tente baba, tente, ringa bölcső, ringa dósz, tente baba, tente, tente baba, tente, csendes egy angyalka, tente baba, tente, tente baba, tente, csia bája, csia tente. Elég lesz ma, én ezt nem is ismertem így. Részemről ez egy nagy igen. Igen, Bence. Kár, hogy mörfik ilyen szemét, hogy már itt te énekeltet, mint 5 évvel ezelőtt valami gyerekszerveremben. Nem, ez oké. Okay. Nekem ez adta. Jó, nekem is. Saját zenét hozott. Igen, saját. Jó, de komolyra fordítva a szót, mindenképp nézd meg a szabályzatot, illetve értsd meg a szabályzatot, mielőtt felmész a szerverre, mert nem csak ellened van, hanem véd is. Jó? Jó, rendben. Oké, hát köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Hát, mi köszönjük, Bence. Egy-két fontos információ, még a billentyű parancsokat látod most már a Discordon, megnyíltak a szobák. Ott van minden. A szerveren nincsen olyan, hogy előveszem a Bibliát, gondolok egyet a fejembe, és most alszok a fejembe, eszek a fejembe, istenségért imádkozok, lejönnek az angyalok, meg amit tudom én mi. Tehát semmiféle ilyen utalást ne tegyél. Amíg a szabályzattal nem vagy tisztában, addig egyetlen szabály legyen előtted, a józanész szabálya. Mindig mielőtt valamit akarsz, gondold át, hogy ez vajon kiadná-e a valóságba, ez reális-e, nem túl, vagy ilyesmi. Ha meg mégis úgy van, hogy túltolod, akkor előtte számold ki, hogy mennyi az annyi, mert 750 bányánál kapsz egy hét bant. Jó, értem. Jó. Én arra azt szoktam mondani, hogy ha nem vagy magadban biztos, akkor miért még most felmész, mert most van esélyed, olvasd ez át a szabályt, nehogy ezből probléma legyen. Ami nagyon fontos, hogy a szerver pont alatt lesz majd egy voice szoba. Azt mindenféleképpen nézd át. A voice mod az nem fontos, az nem arra szolgál, csak a voice, mert GTA-n belül van itt, azt úgy, hogy beállítod, akkor az tök fasza lesz.
illetve ha megcsinálod a karakteredet, akkor menj el egy ruhaboltba, vegyél neki ruhát, mert azt csak kölcsön kaptad, amit ott kaptál. És a munkaügyin, amikor elmész alapmunkát végezni, akkor nem fogsz tudni visszaöltözni ott, ezt ne csodálkozz, ez nem bug, ez direkt van így. És tényleg én azt tudom javasolni amúgy, hogy miért felmész, azért olvasd át egyszer, kétszer, háromszor a szabályzatot, teljesen a PG-t is. Jó, rendben, rendben. És ha a józanész szerint se tudod eldönteni, hogy, hogy mit csinálj, akkor nyugodtan írj egy reportot és kérdezz rá egy adminnál. Mondd el, mit jó, szeretnél, rendben. És megmondja, hogy mennyibe fog kerülni. És akkor itt lehet voice modot is használni? Tehát, hogy... Alapos, ha nagyon-nagyon-nagyon alapos RP-re használod, akkor lehet. De fán miatt semmiféleképp nem. És azt is úgy, hogy kiadja RP-be, tehát a szádban nyilván nincs beépítve hangtorzító, tehát maximum telefonon, rádión, tehát így érted. Mert én a másik szerveren is, amin voltam, azon is használtam a voice modot egy így kicsit, hogy akcentusabb legyen a... Legyen ez az egész RP, ami... És milyen hang? Meg tudod mutatni, mit használtál? Hú, hát nem tudom, szerintem már nincsen meg, de egy pillanat rákere. Ne keresd rá, ha nincs meg, a hangra lettem volna kíváncsi. Milyen hangra? Hát, hogy benyomja itt izén Discordon, hogy milyen hangon akar beszélni. Nyomja be. Hagyjad Bence, ha nincs letöltve. Hagyjad a geci, menj már. Na geci, nincsen a fasz. Hagyd a picsába. Na, jó játékot, kaját ne edd meg egyből amúgy imit, mert azonnal feltölti a izét, az életet meg a piát. Akkor edd meg, amikor már szomjazol meg éhezel. Jó, rendben, rendben. Na, jó játékot, ciao. Sziasztok, ciao. Szép napot nektek! Mehet a következő szavazás. Laci King. Azt hiszem, hogy... Mit hiszel? Léptünk szintet az Axel? Hát, léptünk szintet az Axel, remélem. Laci King. Te ki is lesz fizetve. Nekem még mindig nem fizetnék ki, amúgy. Na, Laci King is. Miután lejártam, hogy a promóció? De utána, nekem már van. Neked már elutalták? Nem, hát én majd küldök számlát egybe. Jó. Na, igen, ez is be van jelölve. Pozitív tulajdonság, jól tudok lőni, merész vagyok, nem vagyok bőbeszédű. Hát, én is. Szexuálisan túlfűtött. Indítom én is a streamet. Indítom. Mondom. IC, szexuális ragadozó. IC elítélt, de amúgy meg rendes szexuális ragadozó vagyok. Na, várjál, át kell írjam nekem is a címet. Fikére ráindítjuk a streamet most már. Gyere. Megyek rád. Dominikát, mert Magyarországon született, mondom. Csak mondom. Az jó egyébként, nem értem. Húzom. Kit húzol? Laci King. Laci King. Ő nem játszott már itt, Laci King? Nem, tudom, mindjárt megnézzük. Szavasz! Sziasztok! Jaj! Na! Szia, Laci! Jó vagy? Be vagyok picit ekedve, azt annyi. Jó van, Laci. Saját zenét hoztál? Igen. Vagy és mi a címe? Mi a címe? Honnan érkeztél, Laci? Hány éves vagy? Budapest. Kik kísértek el? A Discord elkísért a Gegedem, a szobáig. Dominik vagyok. A Laci az azért van. Érzem, a súlyba kaptam Bece név. Ez a művész neve? Igen, ez a művész neve, igen. 15 vagyok. Nem bőzít, rakjátok ki, légy szíves. Sziasztok. Szólunk, hogyha jöhetsz. A rüggöm. Húha. Folytasd. Budapesti vagyok. Ennyi. Jó. Esély a karakteredről. Hát a karakterem ilyen
motoros lesz, igazából azért jöttem ebbe a városba. Városba? Úgy szóljunk. Ez a szedó, városba. Nem. Hát akkor városba, mert itt játszik nagy bátyám is. Nyilván így úgy szeretnénk, hogy még hátul ki volt a női hang. Tényleg? Nálam volt női hang. Mertinél vagy. Igen, folytasd, Laci. Ja, és aztán szeretnék nagybátyámmal RP-zni. Motoros bandában van, aztán szépen lassan szeretnék oda becsatlakozni. Melyik motoros bandában van benne? A Stones of Anarchy-ba van. Jó, már itt írják amúgy. Stones? Tudják, hogy ki vagy amúgy. Igen, a Stones of a Yellow Jackesek. Így van. Igen, nem tudom, papi a nagybátyám, tudom ismerjétek el. Így van, én tudom. Aztán... Pontosan, nagybátyám. Úgyhogy azért találtuk ki ezt. Azt csináltuk, hogy most én vagyok az eltitkolt fia. Most ezt elpézzük majd. De szépen lassan kiderül, hogy én vagyok a fia. Úgy szeretni csinálni. Hány éves? 22 éves a karaktered? Tessék? 22 éves a karaktered, ugye? Igen. Ezzel az a baj, Laci, hogy halljuk, hogy még mutálás elején vagy. Hát, ja. Tehát az a baj, hogy ha akarsz játszani egy hiteles 22 éves karaktert, ezzel a hanggal nem fognak téged komolyan venni. Tehát csak gondolj, fordítsd meg egy kicsit, jó? Te találkozol egy 22 éves karakterrel, és meghallod a saját hangodon beszélni. Akkor komolyan fogod tudni őt venni? És ezt most mindenféle bántás nélkül kérdezem. Hát úgy komolyságból igen, de elég furcsa lenne, hogy picit mélyebb a hangja, azt ugyan annyi akadunk. És melyiket vennél? Már eltitkolt fiú akarsz lenni. Hát, melyiket vennél komolyabban? Vagy fiú. A 22 éves vékony hangú srácot, vagy a 15 éves utcagyereket? Aki ugyanúgy benne van minden fasságban, meg szarba, de csak 15. Hát inkább akkor már a második. Ugye? Még csak benne. Úgyhogy... Nem tudom, ilyen 17 esetleg az, ami... Persze. 17 is jó. Csak ne akarjál egy 22 éves érett férfi terpézni így szerintem. Igen, az... Igen, nem az, hogy nem tudnád, én nem azt mondom, hogy nem tudnád, csak komolytalan lesz. És sokkal több negatív dolog fog téged érni ez miatt. Igen, de én is gondoltam, hogy lehet, hogy picit sok lesz. Úgyhogy nem tudtam, hogy... mit csináljak. Megpróbálod egy másik karakter sztorival? Mert amúgy nincsen veled probléma, értelmes vagy. Minden rendben van veled. Csak ez az, ami egy kicsit így hibázik. Tehát amúgy sok 15 éves rác nem játszik a szaron. Igaz, gondoltam. De ebben sokan RP-znek fiatal. Így van. De nincs veled semmi baj. Megpróbálod? Igen. Mert akkor újraírod a lapot. Amúgy mennyit változtat a karakter történetén most, hogy úgy veszük, hogy ő egy fiatalabb. Nem hiszem, hogy sokat. Semmit. Igazából tehát tovább megyünk. Kikérdezzük, megy tovább, rárakjuk az elfogadottat, ha oké, és csak annyi, hogy beküldi a doksiba. Jó. Én így gondoltam. Gyereket akar játszani, eltitkolt gyereket akar játszani. Ne 22 évesen jönnél, apu, itt vagyok 22 éves szőrös faszú készen. Igen, egy szőrös melkasú gyerek, érted? Hát az úgy már nem jó. Utána felnőhetsz RP szerint, hogy... Csak ha eltitkolt gyerek, akkor tényleg legyen, mert egy gyerek azért. Ne 45 éves legyen. Jó. Szerintem. Jó, illetve ott van még, hogy menjünk a tulajdonságokra. Jól tudsz lőni, merész vagy, nem vagy bőbeszédű. Hát... Oké. Okay. Az, hogy nem tudsz úszni, ez mit jelentene neked RP-be? Nem tud úszni.
Hát, hogy igazából nem, hát, hogy nem megy be a vízbe, akkor sem. Tehát nem mennél be a vízbe. Nem, hogyha bármi történne, akkor se. Hát, hogyha meg beleesnék, hogy valami, akkor meg meghalok. Nem kell, azért ki lehet kapálózni egy vízből, még az is ki tud, aki nem tud úszni. Hogyha úszásban, én nem tudok úszni, de ki tudok kapálózni. Azt mondom, hogy bárki ki tud kapálózni. Jó, nem egy izé, nem egy olajfúró toronyról, mikor beesik az óceánba, de azért egy, mit tudom én, pár méterre a parttól azért ez nem okoz gondot szerintem senkinek. Mondjuk van úszógumi a szerre, nem csak mondom. Tényleg? Van úszógumi és animáció, persze. És honnan veszed ki a seggedből? Lejárfézed, hogy megveszed valahonnan. Jó. Szabályzatot olvastad? Igen, elolvastam. És értetted is? Értettem is. Akkor mondd el, mi az a PG? PG, az ugye Power Gaming, olyan mechanikák, amiket így nem használ el OC sem, mit tudom én, állandóan ugrálsz például. Hát mondjuk azért nehéz lenne OC kihasználni, hogy állandóan ugrálgatsz, mert attól nem lesz egy gyorsabb, hanem hamarabb elfáradt. Mennyi ilyen gyerek van, amelyik állandóan ugrálhatsz, hadd ne mondjam. Ja, a fürtökben voltak, ki kellett vinni, van a nagy cseprűt. Nézd meg, megint itt, ennél hihetetlen, megint itt van, majd szólítunk, mondtam. Az igen. Na, Istenem. Jó, Fear RP? Melyik? Fear RP. Hát egy féltened kell az életedet. Jó. Jó, hát én nem kérdezek többet. Részemről ez oké, igen. Nekem jó. Tőlem megkapja az igent tőletek. Hát... igen, igen. Nekem... Én ezért még csak kérdeznék egy-kettőt amúgy. Nyomjad. Jó. Egy RP szituációban vagy, amihol olyan dolog történik, ami nem felel meg a számodra, illetve szabálytalanság történik. Írsz egy riportot. Hogyan jeleznéd a másik játékos társad felé, hogy te riportot írtál? Nem jelezném, folytatnám az RP-t. Mert nem lehet abba hagyni, amiért az RP-t félbe hagyni. Nagybátyát segítettem úgy felkészülni ide? Hát igazából nem segített, mondta, hogy olvasom a szabályzatot. Igazából. Úgyhogy nem nagyon segített. De lehet jobb is, mert így jobban azért megtanulom magamtól. Kérdezek egyet, és akkor utána én is azt mondom, hogy igen. Az IC, OC keverés és az MG-re tudsz mondani egy-egy példát? Hát például... Nem tudom, Murphy például sét az utcán, semmi publikus helyen, el lehetne rabolni, és el lehet rabolni. Megnézem Twitch-en éppen live-ol, megnézem, hogy hol van, oda megyek, és elkapom. Ez melyik? Ez melyik? Ez MG. Ez jó, igen. Én is így. Igen, igen, igen. És az ICOC keverése egy példa? Hát, nem tudom, DC-n elküldik, hogy hol van a másik frakciónak a HQ-ja. Az nem MG? Csak kérdezem. Hát szerintem az az így szóci. Info. Hát akkor ennyire elmondhatnád az is, hogy a streamből kinézted, az is ICOC, nem? Hát igen. Szóval akkor mi lehet az ICOC keverés? Haribo, köszönöm szépen a 3 hónapodat, szevasz. Köszönöm szépen a szubadat. És ezzel kevered az IC-t és az OC-t. Hát... most nem tudom, melyik a MG, vagy a... Ugye ezek a... Nem lehet ezeket a szavakat használni, hogy ugye ezek a angyalok, meg hogy imádkozom. Csak nem tudom, az most melyik az MG, vagy az IC-OC. Nem, ez az IC-OC keverés. Hát azt IC mondod, hogy hívtam egy angyalt, vagy egy hát igen. Nem tudom, vagy ilyesmit. Tehát ez teljesen jó. Igen. Jó, igazából igen. Jó. Hát ez tartozik bele, hogy nem mondod ezt. Hagyj egy kicsit bátrabban, hogy nem kell ennyire megijedni. Nem ettünk még embert. Nem, vagyis nem tudom, hogy a többiek esznek-e, én még nem. Akkor jó. Nincs gond. Szerintem nincs gond. Meg lehet próbálni. Jó,
Ugye valaki ráteszi amúgy a rangokat. Jó, csak annyi kérdésem lenne, hogy igen. Én igazából én régebben játszottam a szerveren, csak ugye új karaktert kaptam, mert picit napig voltam. Herman! Én mondtam, hogy régen köszönöm szépen, játszott, nagyon szépen köszönöm az ötös bombát. Én mondtam rögtön mondtam. A subgifteket Gilonak, Sissinek, Kevin Starknak, Banshee-nek, Malkovnak. Köszi szépen, Hedvideket köszönöm a tízest. Mert nem tudtam, úgyhogy kaptam ilyen cuccot, egy tudja csinálni lapot. Nagyon szépen köszönöm, srácok. Annyit kaphatnék egy új karaktert, vagy valamit, hogy meg tudjam csinálni, régen, akkor régen, régi karaktert. Biztos, felmész, írsz majd egy riportot. Már is felejtettem, milyen ez. Fognak megmondani, hogy felvételiről jöttél, és hogy új karakter, meg ilyesmi. Jó, rendben. Jó, rendben, köszönöm szépen. Segíteni fognak benne. Akkor gondolom, mind tudsz mindent, akkor nem kell elmondani. Nem kell. Ja. Akkor jó játékot. Köszönöm szépen. Phoenix, köszönöm szépen a szubadat. Na, hát mi... Közben nézem itt azért. Én megfelelődöm. Rátesszük. Mi a picsáért? Már. Mit akarja ki? Köszönöm szépen. Szívesen. Ja... Már tudom, baszki. Akkor jó játékot. Jó, köszönöm szépen. Sziasztok. Szia, hello. Látjátok, én rögtön tudtam, hogy játszott már itt. Köszönöm a hype vonatot, srácok. Akkor is motoros volt. Köszönöm, Herman. Még akkor egyszer. Is motoros volt, is. Háromlábúnak hívták, és lerugattuk Bilóval, lerugattuk a motorral, Elzával. Elza lerugta a motorral. Ő rúgta a Striptease Clubi volt előtt, és eljöttek, hogy ez mi a helyzet. Mi volt, és elkezdett. Az az S. Tamás volt amúgy. Litával mi ki? Volt tegnap? Nem. De Weiss mondja amúgy, Ropi Tamás. Ő egy foci huligán karaktert írt, és mondta, hogy a szembiztos, hogy annyira tudná tartani, és akkor igen, visszajött egy igen, másik karakter. Igen, ez egy új lap, ez egy totál átdolgozott lapja, ez a második. Nem beszéltünk vele Vonox-szal, hogy hát jobb lenne. Közi Fritzi a tízest közben. 20-atom? Kornának 25-öt. Ki a következő? A Lita. Lita? Ő már tegnap Lita. Volt. Tegnap és volt. Mi volt baja? Mi volt vele a baj? Hát az, hogy ChatGPT-vel írta a lapját. Ja, illetve Istenem. Az, hogy más karakter talált ki végül, ami lehet jobban fittel hozzá. Ez már saját kézzel van írva, és ja, egy kicsit át lett beszélve amúgy azok alapján, amit Vonox adott meg miattunk tippeket. Na jó, behúzom. Halló. Sziasztok! Halló. Szia, Lita. Sziasztok. Látom, sikerült átdolgozni a lapot. Igen, még tegnap megcsináltam, miután voltam itt felvétel. A Microsoft Barddal. Uh-huh. Hát akkor majd a többiek így belekérdeznek, mert én nagy valóséget tudom, olvasom. Nyomni. Texasban született. Ugye? Igen. Az apja innen származik. Őt hogy hívták az apját? A karakternek, Lita. Hogy hívják az apját a karakternek? Németh Gábor, de azért van lara házon, mert hogy anyukája nevét kapta meg. Teljesen. Miért? Mert akkoriban voltak jóban a szülei, és így anyukája nevére került. És utána így, ja, ez maradt neki. Kicsit bagyadalmas. Texas államban született, hol született Texas államban? Én most csak azért kérdezem ezt, mert de... csak ennyit írtál bele, hogy Texas államban született, melyik városban? Akkor Lita arra hát, válasz, hogy légy szíves, hogy... Texas van Texas, nem? Én úgy tudtam. Én nem Texas államot írtam, hogy Texasban született, mint például egy kertvárosban. Igen, az állam fővárosa, ugye a Texas állam. Igen, Texas gyakorlatilag. Tudod, hogy hol van? El tudod helyezni Texas államot? Földrajzilag? Hát így nagyjából, hogy...
Hol lehet? Az Egyesült Államoknak ugye a déli részén van Mexikó fölött. Uh-huh. Igen. És akkor milyen szokások vannak? Tehát mi az, amit a Lara Hanson el fog tudni mondani Texasról? A Texas ugye az elég szigorú, és nekik megvan egyfajta mentalitásuk, ugye ezt be is tartják, ugye ott nagyon védik például a saját ingatlan területüket is például, ott hát elég sokan járkáltak például fegyverrel, mert például ha valaki belép úgymond a zöld területükre, akkor már ők ott tehetnek érte. Puskával mindenek a rancson. Nem mindenki, de nagyon ekte ilyen texasiak azok, igen. És a karakteredbe megnyilvánulnál valamilyen szinten, hogy te Texasból jöttél? Hát kisebb vonásokba gondoltam, de túlságosan nem szeretném, hogy megjelenjen rajta a Texas. Akkor miért Texasból jött a karakter? Azért, mert a Texas igazából tényleg a kevesebb mondjuk például a bűnözés, mint az Egyesült Államoknak a többi részén, és mivel a szervele valószínűleg sok a bűnözés, így jobban meg fogja őt lepni. Jöhetett volna Kisvárdáról is, mert ott is sokkal kevesebb a bűnözés, mint a bármelyik másik városban, érted? Nyilván. Tehát én ezért kérdezem, tehát miért angol nevű a karakter egy magyar RP szerveren, miért Amerikába jött a karakter, és miért nem jelenik meg akkor, hogy ő Amerikából jött semmilyen módon? Nem azt mondtam, hogy semmilyen módon, csak kis de rész. De hát azt kérdeztük, hogy de mi ez a kis rész? Hát mit tudom én, például... Meglepődik a bűnözésen. Igen, hát, pontosan. Jó, világos. És még, tehát akkor Lara Hanson folyamatosan nyitott szájjal fog csodálkozni. Igen, és utálja a feketéket, remélem, mert Texasban nem nagyon szívlődik még most sem. Igen, hát én is ezt szerettem volna mondani. Igen. Végre már valaki ugyanúgy gondolkozik, mint én. Bevándorló. Megszólalt, kopasztál. Igen, ezt is szerettem volna mondani, hogy ott a bevándorlókat annyira nem szívülelik. Egy tényleg egy ilyen elfogult nép igazából, csak azért választottam pont Texas, nem pedig egy magyar kisvárost. Meg azért, hogy... Angolul mennyire? Angolul? Mennyire tud a karakter angolul? Hát azért tudok valamennyire angolul, hogyha beszélnek hozzám angolul, azt jobban megértem, de beszélni is tudok. Beszélni is tudok. Igen. Tehát el tudod mondani, hogy Texasból jöttél, és ott nagyon sok ember fegyverrel járkál, de nincsen olyan nagy bűnözés, mint itt. Igen. Értem. És mit csinálnál a szerveren, ha most felmennél? Hát igazából első körben szeretnék, ugye, mivel új emberekkel szeretem megismerkedni karakterem, így szeretnék ismerőseket szerezni, biztos van valami étterem a szerveren például, vagy valami hely, ahol járkálnak sokan, és akkor próbálni egy kicsit bevegyülni, hogy barátokat szereshessem, mivel eddig egy ilyen burokban élt. De ott állnál a pultnál, vagy hogy kell ezt elképzelni? Nem, hát oda menne te. Hát, ha valahol látna például egyedül még ember rádikálni, akkor oda menne hozzá, megpróbálna beszélgetni, mondjuk megdicsérni, hogy milyen jó a cipője, vagy valamilyen kis alap dologgal egy ilyen beszélgetést kezdeményezni. Oké, és utána, ha megvannak a barátok? Én azt szeretném, hogy az IC formája teljesen, úgyhogy... Nyilván a barátok által már fog megismerni helyeket, meg fog ismerni dolgokat, mondjuk. Ha jól emlékszem, ti többen jöttök, ugye? Igen, nem többen jöttünk, többiek. Jól emlékeztem. És a Moonlight a másik? Ő a másik? Ő is ide tartozik, igen. Igen. Többieknek nagyobb elképzelésük van, de én szeretném, hogy egy kicsit először az IC formálna, és utána lenne az. Vagy ha esetleg beleillik. Nem pedig, hogy egyből elhivatottam, hogy mit tudom én leszek a legnagyobb gengszer. Szavazz, gengeng! Szavaztok mindenki! Hát, kis része.
Aha. És lakosa. Uh-huh. Jó, világos. És úgy merre fele húzol amúgy, az illegál vagy a legál felé? Hát én általában illegál szoktam lenni, jobban húzok az illegál fele, de hogyha legál leszek eleinte, az se probléma nekem, mert mindenhol voltam legális. Milyen illegálba tudod elkezdeni a karakteredet? Banda, maffia, kartel? Inkább maffia, bandákat annyira nem szeretem amúgy úgy RP-zni, meg szerintem nem is illene egy bandába, akkor inkább már egy maffiába például, vagy egy kártel, mert az még úgy viszonylag hasonló. Nem egy banda például, vagy egy motoros klub. Úgyhogy van elején én lennék szívesen például legális, mert ott is, ott lehet a legjobban szeretem ismerkedni. Ja, jó, szerintem mehetünk a szabályos kérdésekre. A múltkor a szabályokkal rendben volt amúgy minden? Nem, nem mentünk el a szabályozat. Nem mentünk el. De olvastad, ugye? Persze. Volt olyan része, ami más volt a más szerverekhez képest? Igen, a PG az máshol mást jelent. Ugye a PG az szokott lenni egy hősködés, hogy amit a T-Rápi. Jól mondtad, igen. Ugye. Ugye a PG pedig itt azt jelenti, hogy mondjuk az ugrálás kihasználása, vagy pedig egy olyan dolog, ami előnyhez juttat minket így a játékban. Uh-huh. Hogy mondjuk az ugrálással gyorsabbak vagyunk. Volt olyan része, ami nagyon tetszett, és más szervereken nem így volt? Mert amúgy sok olyan szabály van, amúgy ahhoz képest. Volt olyan szabályzati pont, ami tetszett, és volt olyan, ami nem tetszett? Hát nem tudom, hogy az mondjuk szabályzatnak minősíthető el, hogy például, hogy látjuk, hogy mondjuk rabláshoz van elég rendben. Ez oké, hogy tehát az a szabályzat, de ez nem konkrétan szabály. Hát igazából nyilván, tehát ezt a kis SoftMG-t, ezt mindenki nyomja, különben nem tudják, hogy most készülődjenek, vagy ne. Igen, mert van, amikor rámegy egy óra, és akkor a végén megkiderül, hogy nem is lehet rabolni. Hiába láttál több rendőrt is így. Nyilván volt olyan ilyen máshol, hogy nem tudtátok? Igen, és sokat készültünk rá, aztán meg mire oda jutottunk, húztuk nyilván akkor a túlszak idejét is, a mi időnket is. Meg... Igen. Jó, hát én szerintem rendben vagyunk, nem? A szerverek 89%-án amúgy nem lehet látni, hogy van elég rendőr, hogy rabolhass. Nem, nem. Meg ahol én voltam, ott meg végképp nem. Ott csak annyit tudunk, hogy mondjuk a rendőrség körül köröztünk, hogy lássuk, hogy mennyien vannak, megnézzük, hogy a járó a kocsiknak melyik a száma, és akkor úgy tudtuk őket számolni. A részemről ez okés. Jó, tegyük rá. Majd én ráteszem. Már rajta van. Már rajta is van. El kell mondani. Szóval itt akkor a... Billentyűparancsokat nézd meg Discordon, most már látod. Igen. Ha elmész bármilyen legál munkát felvenni és átmész a munkaterületre átöltöző munkaruhába, akkor csak otthon fogsz tudni visszaöltözni a civil ruhádba, amit a karakterkészítőbe összeraksz, ruha, az nem lesz meg neked, csak ha elmented a ruhaboltba. Rendben. A kaját azt ne edd meg azonnal, mert az első kezdő csomagod az fúra fogja tölteni az ételt meg az italt is. Ha megeszed, akkor csak pénzkidobás, mert utána mehetsz venni. Ja, a szerveren nincsen istenség, meg angyalok, meg biblia, meg gondolok, elszívok egy cigit a fejembe, meg ilyenek. Szerintem mindent elmondtunk. Az én szememben nem így történt. Mondom. Szinkron Jóska volt. Szinkron Jóska, igen. Hát de olvasta a szabályzatot, tudja. Tudja Lita, hogy mi a helyzet. Igen. Na jó, van akkor jó játékot. Köszi szépen, sziasztok. Szia, szia. Moonlight. 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 Shadow. Yeah. Én nem köszi találom alapot. Moonlight. Talán nem is keresem. Neked megvan, Sinna? Mindjárt megkeresem. Nincs. Ugye megtalálom.
Én nem találom, nem tudom, mit rontok el. Beírom a keresőbe, nem? Nem úgy kell. Kidobja, nyomok egy enter, de ott meg már nem talál semmit. De Bezzis, te megtalálod? Csak meg kéne nézni valaki, hogy megbukik. Két darab. Hát túl hosszú a története, azért nem látjátok. Aha. 16-30-as. Én tudom ki ő. Ki ő? Hát régen játszottunk együtt egy másik szerveren, így három év. 16-30 az nálam sasos. Sasos? Aha. Mindegy, hát majd elmondja, nem húzzuk be. Nem tudom mit. Elvileg ez, ja, ő. Elmondja, nem? Nem mondja, persze. Szevasz tábornok, szevasztok. Titkolja, szevasz tábornok. De amúgy nem túl hosszú napja, 16-21. Na. Na most akkor melyik? Döntsük már. 16-21, meg. Megtaláltam, megkerestem. 16-21. 16-42, persze. 16-19-20. Két év 40. NL. Várj, Enna, hogy van ez? Két év NL. Meg NF. Figyeljetek, én elmondom, ez egy ChatGPT-s lap, tehát úgy kezdjük. Igen, sajnos. Ez az. Moonlight, William Grant, Istenem, fiatal brit férfi. Jó. Jó, megkérdezzük tőle, hogy mi van. Kíváncsi vagyok, meddig húzza. Én megkérdezem rögtön. Jó. Igen? Persze. De először, hogy tudja, olvasta el, hogy nem szabad ChatGPT-s lapot beadni. Vagy meséljen a karakteréről. Jó? Igen, nagyon jó lesz. Na, húzom. Na, húzod. Szia! Szia, Moonlight! Mesélj a karakteredről rögtön így a mély vízbe. Kezdjünk. Itt sincs amúgy a Moonlight. Látod? Hello, itt vagyok. Na, akkor hát, mesélj a karakteredről, légy szíves. Ugye a karakterem egy brit származású karakter, William Grant névre hallgat. Ugye nem írtam bele a karakter történetbe, de viszont azt kell tudni róla, hogy ő már kisebb korában jártak már ugye a családjával a Magyarországon, fedezték már fel az országot. Melyik kisvárosban született? Londonban, ami igazából azt nem kisváros. Az tényleg kisváros, bassza meg! Kisváros, a kurva életben, kisváros! Falu csendes volt, London! Belefér. Mondd már egy másik angol várost. Azt a jó eget. Azért ez komoly. Chelsea például. Az megvan, tudod, hol van Chelsea? Az is kisváros, mint Manchester. Hát... Jó. Ne vicceljünk már. Tényleg, tehát ez most komoly. Tehát beleírod a karakter történetbe, hogy egy faluban nőtt fel, és azt mondod London. Jó, mindegy, menjünk tovább. És miért nem írtad bele, hogy ő Magyarországon volt már kiskorában? Miért nem írtad bele, hogy Londonban született? Figyelj, Moonlight, én nagyon haragszom rád, mert mi ismerjük egymást nagyon sokáig. Miért ChatGPT-vel írtad ezt meg a karakter történetet? Ezért haragszom rád, mert én tudom, hogy amúgy tudsz tök jól RPG-zni. Akkor miért egy izével írtad meg? Hát... Nem tudom. Miért nézel bennünket hülyének? Most halál komolyan. Tehát beírod, hogy egy... Elolvastad egyáltalán ezt a karakter történetet. Beírod, hogy egy falu, és azt mondod, hogy London. Hát de most halál... Hát... Te 19 éves vagy, érted? A London egy falu. Amúgy elolvastam, mert nem feltétlen, hanem egy alapot kértem, mert nem volt... úgy nagyon ötletem, mint akkor karakter. Mi az, hogy nem volt ötleted? Hát, mit volt... szeretnél RP-zni? Igazából még azt sem döntöttem el, mert ugye próbálom úgy felépíteni a karaktert, hogy ne egyfajta irányba mehessen el, mert hogyha azt mondom, hogy például világ életében a gettóban nőtt föl, akkor számomra az nem annyira RP-s, hogyha utána elmegy mondjuk rendőrnek. De viszont az sem feltétlen, hogyha... És hogyha most végezte el a középiskolát, és most keresi az útját, az úgy nem okés? Tehát, hogy ide költözött a városba, Székesfehérváról, vagy a mit tudom én, a Nyugat-Dunántúlról, és most keresi a helyét a világban, az úgy vagy, nem vagy jó? Csak egy sima árufeltöltő a CBA-ba. És most többet akar ki, ott hagyta a munkahelyét, fogta, vett egy buszjegyet, egy vonatjegyet, repülőjegyet, és idejött,
És miért William Grant, ugye hát mondjuk nyilván a ChatGPT ezt mondta, William Grant, mennyire tudsz angolul, mennyire tudod elmondani, hogy te Angliából hogy jöttél ide? Hogy hívták az édesapját, édesanyját, ennek a karakternek, ők mit csináltak? Tehát hol lesz a háttér története? És miért voltak kiskorában Magyarországon? Igen. Háttértörténetnek annyira nem feltétlenül szeretném firtatni a karakterem, honnan jött. De mi szeretnénk firtatni, amikor majd IC igazoltatunk, és belekerülsz egy szituációba? Hát vagy, ahogy... vagy az adminok fogják firtatni, mert nincs beleírva. Sziasztok! Szava! Szia! Szia vanak! Szóval engem tényleg az érdekel, hogy a karaktered miért járt kiskorában Magyarországon? Sűrűn. Hát ezt a ChatGPT-től kellene megkérdezni, szerintem. De ez nincs beleírva, ezt nem írta bele, ugye? Igazából, amivel családi kiruccanásnak jöttek, ugye, mint turisták, megnézték Budapestet, a fő látványosságait, megtetszett nekik az ország, és igazából azért jártak sűrűn nyaralni ide. Mondjuk milyen sűrűn? Két évente egyszer, vagy három évente egyszer. És miért jött a karaktered Magyarországra? Mármint, hogy miért költözött ide? Azért, mert a szülei találtak itt egy remek munkalehetőséget. Milyen munkalehetőséget? Tehát ez mennyire életszerű szerint, hogy Londonból valaki ide jön ide emigrálnak a törzsgyökeres londoniak, mert remek munkalehetőséget találtak Magyarországon. Étteremben mosogatni, vagy hol? Milyen munkalehetőséget találtak itt? Angol-magyar tolmács. Szevasztok, szevasz Malko. Sziasztok. Hát nem tudom, ez igazából... Ugye olyan dolog, amit nem szeretnék, ugye, amit mondtam. Nem, mert nem tudsz, tehát egyrészt hülyének néztél bennünket a ChatGPT-s karaktertörténetről, most meg teljesen, amit nem tudsz, azt mondod, hogy nem szeretnéd kifejteni. Hát ez nem így működik, tehát hogy mi lesz ennek a karakternek az RP-je, mi lesz a hangja, mi lesz a sztoria, mik lesznek a szokásai, mitől lesz ez egy karakter. Ez semmitől, megmondom őszintén, ez a karakter név, ez, hogy William Grant, Ez egy semmilyen karakter lesz. Ez egyik nap majd, egyik nap egy brit karakter lesz, a másik nap egy kínai karakter lesz, harmadik nap gangster lesz, negyedik nap meg amit éppen kitalálsz. És amikor majd firtatjuk a háttértörténetet, azt fogod mondani, ezt most nem szeretném, mert ez ettől nem szeretnék beszélni. Nagy-Britanniából érkezett, egy darab város tudtál mondani, Londont. Tehát falu csendes volt, a lehetőségek pedig korlátozottak. Ez tényleg London? William mindig is vágyott valami izgalmasabbra, valami nagyobbra. London. Magyarországra vágyott mindig, William. London. Ne vicceljünk. Tehát, hogyha most fölmész a szerverre, akkor lehet nem is fogsz fölmenni a szerverre, mert hát még nem tudom, mit akarok RP-zni. Hát igazából még úgy konkrétan azért próbáltam nagy részt így ilyen tágabbat, hogy ne legyen az, hogy megvan. De nem próbáltál semmit, hát egy ChatGPT-t is karaktersztorit adtál be. Hát az első mondatát nem tudtad elmondani? A ChatGPT-t is karaktersztoridnak. Az első mondatába belebuktál, kisvárosban nőtt föl Londonba. Faluba. London. Falu. London. Szavasz falu. Ízleges. London. Falu. Falu. London. Mondjuk ott van, hogy William kalandvágyó, úgyhogy azért jöhetett Magyarországra. Nem, hát azt mondtad, hogy a szülei itt kaptak munkalehetőséget. Nem. Egy hideg téli reggelen William búcsút vett a barátaitól és otthonától, egyetlen táskába pakolt be mindent és eljött otthonról, de nem. Szülei itt kaptak munkalehetőséget. Tehát te nem is olvastad ezt a sztorit. Ráadásul így, hogy Londonból jöttél, az anyanyelve a karakterednek angol. Ha egy angol karakterrel találkozol,
és elkezd hozzád beszélni angolul, te tudsz folyékonyan visszaválaszolni neki? Úgyhogy egyetlen egy brit várost ismersz. Londont. Hát azért folyékonyan nem, meg... Meg angolul se. Igen. Meg úgy valahogy talán... Akkor miért akarsz egy angol karaktert terpézni? Tényleg érdekel, hogy miért? Tehát hogy születik meg 19 éves fel? Azt sem mondhatom, hogy érted, egy gyerek vagy, és akkor itt bóckodsz. 19 éves fejjel, ősz otthon, annyi fantáziád nincs, hogy kitalálj egy karaktert. Beírod a ChatGPT-be. Mit kell beírni a ChatGPT-be ilyenkor, hogy találj ki nekem egy karaktertörténetet RP szerverre? Egy 23 éves fiúról, aki új életet kezd egy városba. Gondolom, ilyesmi. Ezt egy kicsit túltoltad, elég lett volna egy halál egyszerű sztori. Miskolcon dolgoztál a gyárba, meguntad, felköltöztél Budapestre. Érted? Most fejezted be az izét, a szakmunkást, azt megnézed, hogy mi lesz. Összepakoltál, és akkor nagyobbra vágysz, komolyabbra vágysz, új élményekre, új emberekre. Összepakolt, azt elhúztál a fenébe, itt meg leszálltál a buszról. Innen indul a sztori. Jó, igen, mondjuk ez így tényleg logikus. Magyar karakter, magyar RP szerver, magyarul meg tudsz, tehát nem okoz gondot a nyelv. Esküszöm, rohadtul nem értem, hogy miért akar mindenki, mexikói, meg amerikai, meg... Nincs tököm ezzel tudja, baj, milyen nemzetiségű karakter. Csak legyen mögötte tudás. Hogyha nem tud, ezt akartam mondani, csak belevágta, hogyha nem tudja eljátszani az adott karaktert. Ez olyan, mint amikor rossz színészt választanak egy filmbe. Hogy mondjuk gyakran megtörténik manapság. Megtörténik, igen. Mit tudnál most így kitalálni a karakterednek? Hát így. Ilyen pillanatban ezzel a történet szállal. Vagy így emblok egy új történet. Ezt már bebizonyítottad, hogy ezzel a történet szállal teljesen hasznavehetetlen vagy. Tehát ha most azt mondanánk, hogy akkor most kapsz egy lehetőséget, most azonnal találj ki egy karakter történetet, ami kicsit életképesebb neked. Jó. Hát akkor mondjuk egy kisebb faluból származik. Honnan? Kecel, mert ugye hát ez kisebb falu, per egy kisebb város. Jó. Hát Kecel nem falu. Hát egy kisebb város igazából. Mert az... Nagy városnak nem mondanám, egy kisebb város, per amúgy nagyobb falu. Igen, onnan származik, ott járt iskolába. Fölköltözött a nagyvárosba, hogy szerencsét próbáljon, megnézni, mit tud. Elkezd keresni a városba, munkalehetőségek felé, hogy ismerettségeket alakítson ki. A szülei otthon vannak, elköltözött a szüleitől, most fejezte be az iskolát. Hány éves akkor? Akkor legyen 20-21. Mi a neve? Lakatos Gezulla. Na, ne szórakozzál már, bazd meg. Lakatos Gezulla, kicsoda? Igen, ez. Igen, én ismerem. Igen, ez egy másik karakter, nem kérjük, köszönjük szépen más szerveren. Igen, ez egy másik karakter. Karakter történet, de találj ki már egy újat, a Gezulla, komolyan, te tényleg. Hány Gezullát ismersz? Hány Gezullát ismersz? Egyetre. Ez volt a régi neve. Igen, mert ez egy orosz név, nem a Gezulla, ez nem magyar név. Mit mondtál? Honnan származik a karaktered? Keceli. Kecel. Szerinted Kecelen hány ember van anyakönyvezve Lakatos Gezullának? Vagy Magyarországon, mondjuk. Tágítsuk a követ. Nem, engedjük el ezt. Gondolkozzál rajta, és adj be egy új lapot. Tehát ez így nem lesz jó. Jó, rendben. Szabályzatot olvastad amúgy? Igen, olvastam. És mi az, ami feltűnt neked, hogy esetleg itt eltér a más szerveren lévő szabályzatokból? Ami a legfeltűnőbb, ugye az volt a PG.
De például ugye ott az NRK is, hogy ugye nagyon sok szerverem már ugye könnyített NRK, sokkal könnyítettebb NRK van. Itt ugye minimálisan könnyített NRK van, ha indokolt. Ez a kettő, ami feltűnt. Így a legjobban feltűnt. Mit csinálna Gezula, ha most felmenne a szerverre? Hát felmennék a szerverre, nem tudom, először elmennék, megnézném az autókat, hogy ezt illik. Utána elmennék, vennék magamhoz ételt, italt, informálódnék, honnan lehet ételt, italt venni. Majd utána elmennék a munkaügyibe, elmennék valamelyik alap munkát megnézni, hogy milyen, megnézném őket, ott a munka közben beszélgetnék az emberekkel, kontaktálnék velük, így szerezném a kapcsolatokat, ismerettséget, és igazából utána majd, ahogy a többi adja. Jó, csinálunk egy szituációs cuccot. Ja, megnézzük, hogy hogy szerepelsz vele? Nyárosztom. Aha! Látom, ezt ismerem most már a pingpongütőket meg a... Ez mi? Ez ott, tehát nem, most tényleg nem látod? Ott egy emel, ott van két emel, Brabus, Merci. Így van, és AK-s bűnözők, nem igaz, hogy AK-s el kell bűnözők. Magyaráznom. Ja, AK-s bűnözők, értem. Na figyelj, Gezulla. Értem. Akatos Gezulla, mondjuk elment a... Gezulla, hagyjuk ezt. El. Ja, Vonox, jó. Van. Elment a rendvédelmi szakra. Ez már Vonoxnak is sok volt. És kijárta, és elment rendőrnek, jó? Jó. Ezek itt bűnözők, jó? Igen. AK-val. Tiszta? Tiszta. Látod, merre fele néznek, ugye? Igen. Jó. Ez itt két kocsi. Ez éppen Tigi a százast, igen. Ez az irányát jelzi, hogy állnak. Ez itt már egy kialakult tűzharc, tehát senki sem mozog az úton, oké? Okay? Mármint a járművek egy helybe állnak. Ez itt egy pénzszállító autó, páncélozott az egész. Itt tűzte, itt ő Gezulla, itt pedig Gezulla társa. Jó? Igen. Pénzszállítás van folyamatban. Elől 50 méterre szintén tűzharc van, tehát nem egyedül vagytok itt a pénzszállításon, de ők le vannak foglalva, hogy szemből védjék ezt az egészet. Azt a parancsot kapod a felettesettől, te ott, bent, hogy ahogy megközelítik a pénzszállítót, azonnal rádiózzál, és mondd el a helyzetüket. És akkor a szó a tiéd. Mit rádiózol és hogy? Ugye... Most még egyszer légy szíves. Rádióznom kell a helyzetüket. Ahogy megközelítik a pénzszállítót. Te most játszol, ingén vagy, jó? Jó. Ugye, RP szerint ugye a tükrökből látok. Látom, hogy hol vannak ugye a mögöttem álló emberek. Akkor el tudom mondani, hogy ott hogy vannak hátul, hogy egy, hogy kettő áll, három áll ugye hátul, nem tudom, egy áll ott mögöttem. Igazából ennyi. Mit rádiózol be pontosan? Berádi. Jobb oldalon áll két fegyveres, meg bal oldalon áll egy fegyveres a gépjármű mögött. Várjál, de bal oldalon kettő. Vagy jobb, mit mondtál? Jobb oldalon? Jobb oldalon kettő. És balon egy. Tehát akkor rádiózd be? Jó, tiszteletem, akcióparancsnok úrnak rádiózd. Nem, hány elkövető van, hol vannak? Hogy négy elkövető helyezkedik el, egyik közvetlen a pénzszállító gépjármű mögött,
a pénzszállító gépjármű jobb oldalán lévő gépjármű mögött áll kettő darab elkövető, a bal oldalánál egy. És akkor Shinna ide leteleportál. De beírom. Itt vagyok, igen. Shinna. Megjöttem. Megjött. Én vagyok az admin, sziasztok. Mit akarhat tőled Shinna? Hogy láttam a Riot mögött lévő játékost. Így van. És megkérdezi Shinna, hogy láttad a Riot mögött lévő játékost? Jogos. A Riot mögötti játékost? Sehogy. Mert ugye a Riotnak a tükrén ugye nem látsz ki, mert ugye hátul az ajtó, az páncélozott. Tehát a pénzszállításon mondjuk részt vesz 15 ember, plusz-minusz, mit tudom én, 4. A rablók körülbelül ott vannak, 20-an, plusz-minusz 6, nem? Ez így reális. Ugye? Valahogy így szokott kinézni. Hány ember RP-jét tetted most tönkre akkor? Soknak. Nem. Jó, igen, jogos. Sajnálom, felismertem a hibádat. Hirtelen nem gondoltam bele, hogy ugye a Riotnak a hátsó ajtaja az páncélozott, és ugye ott a középső tükrön nem látom át. Szerintem amúgy van benne tolatókamera, mert pittyog. Ezt láthatja. Az tolatóradar. Ami pittyog. Tolatókamera. Na most melyik? Radar. Az pittyog. Jajajajajaj. Á, ez kuka. ez nem jó. Nem jó, de az Axe eltakar. De mit csinálnál Moonlight, ha te lennél a meghallgató, és magad, te ezt végighallgattad volna? Hát én iratnék egy új karaktertörténetet. Az egy alap. Zábor, és utána egy újabb szóbeli elbeszélgetés. Szerintem is ez te történik. Te mondtad ki Moonlight. Köszönjük az őszinteségedet. Ja, és szigorú a három miatt jelen köcsög GPT miatt. Igen. Ismersz a népdalt? Istenem! Igen, ismerek. Ezzel javíthatod a helyzetet. Miért? Akkor csak két miattyánkat kell elmondani a ChatGPT miatt, vagy mi? Nem, akkor még ma írhat újabb lapot. Ja. Ha elénekelsz egy gyönyörű szép népdalt. Nem. Hát... Nem. Nem szeretnék énekelni, mert nem. Nem szeretnénk kifejteni. Szóval jó. Szerintem végeztünk. Jó van. Akkor sok sikert Moonlight a következő laphoz. Jó, rendben, azt mikor aztán írhatom meg? Bármikor. Bármikor megírhatod. Jó. Aztán szedd össze magad. Jó. Jó van. Na, ciao. Hello. Aztán fogja azt is mondani, hogy ha felvételeztető lennék és lennék typo, akkor visszavennék az arcomból. Mi volt? 4-4-4. Nem értettem, hogy az elején... Mondom, azt hittem, hogy azt fogja mondani, hogy ha én felvételeztető lennék, akkor nem engedném magamat át, és visszavennék az arcomból, hogyha typo lennék. Szegény srácot nagyon... Nem kell ennyire lemosni, gyerekek, ez... Igen. Ha nem tudja a legkább... Melyiket a 17 éves fiút? Nem, 19 volt. Hát, de már melyiket? Alapból figyelj, úgy kezdődik, hogy ne használj ChatGPT-t. És az első gondolata az mi? Na megiratom ChatGPT-vel, ez jó ötletnek tűnik. Azt mikor adta be ezt a lapot? Ja, ez a mostanira mondod, hogy nem kell így lemosni? Aha.
Miért ja. volt nagyobb lemosás is? Nem. Nem, de tényleg rövidre kell zárni. Nem, semmi, az vicc volt, ami a klipekben van, az csak vicceltem. Istenem. Mondjuk, ő, mondjuk az tényleg szomorú volt, azt nem tudott mondani szegény egy... Herman Freeman, köszépen az ötöst. Külföldi város sem. Jött egy kérdés lebezíthetsz, hogy ébren van-e. Figyelj, egy kis faluba születtem, Londonban. Nem voltam itt, fürdöttem. Ez amikor... Ne szórakozzunk. Ez amikor ChatGPT kibújik belőlem a tanárvér, érted? Igen. Hogy tudom, hogy 19 évesen, 12 év közoktatáson ment keresztül, ahol földrajzoktatáson is vett részt, ahol Anglia földrajza és gazdasága, valamint a történelmét is tanuljuk, érted? Éveken keresztül tanítják, és azt tudja mondani, hogy London. De, jó, hogy de nem, lehet, hogy... Nem. Lehet, hát az ipari forradalom, a második ipari forradalom, első ipari forradalom, második ipari forradalom, 1640-42, érted, Anglia, London. Lehet, hogy valami olyan országban van. Meg csak... Kecelli. Ez olyan, mint aki hol született, New York mellett egy kis faluba? Emlékszel rá, Typo? Vagy Los Angeles mellett egy kis faluba született? Vagy New York, valami ilyesmi volt? De, Floridába, Floridába. Florida volt, Florida volt. Igen. Falu. Na. No, srácok. A meghallgatásnak vége, úgy látom. Úgyhogy viszlek át titeket. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt. És holnap találkozunk. Holnap is lesz meghallgatás. Szétnyomjuk a meghallgatásokat. Köszi szépen a szubokat mindenkinek, a biteket. Aztán jó szórakozás nektek. Holnapi cél 400k casting, így van. Így van, meg lehet most gazdagodni. Na szevasztok, jó éjszakát, aki pedig megy, annak jó szórakozást. Csumislak titeket, szevasztok. Yo, if you don't already know, this song right here is called Tommy T. The man them are here to take over. You already know the fucking vibes. Come on now, you know what I'm saying? Don't know about me, I'm Tommy T. Man was legit at the start, but back in the ends, I'm a real OG. And I was broke for a while, had to sell some fish, I was out at sea. Then I ran into the G's, now I'm making money moves properly. Yo, don't know about me, I'm keeping it real. Golden boy in the building, educate all of them man on drill. I was on stage and I had that still. My team's got serious members, then if they shoot, they aim to kill. On stage trying to cash out deals, then the gem man put out the macros fill. And I ride with a ting, my waist that's casual. If two man hop out the bush, one bullet's gonna make them feel that collateral.